Hello, hello! Egy ollón van egy unboxing kávém, úgyhogy ebből már is tudható, hogy mi következik. Egy csomag. Nos, az alakjából és a méretéből arra lehetne következtetni, hogy ez egy videokártya, de nem az. Sajnos még nem az. Pár apróság, de lássuk. Azért érdemes kibontani. Voltak épp ezek is szükségesek a bányászathoz, vagy bármilyen számítógéphez. Miről is van szó? Van itt, kérem szépen, pár darab hűtő, ventilátor 8 centis. Ha minden igaz, akkor folyadék csapá... nem folyadék... golyós csapágyas, ha jól emlékszek a leírására. Bár a leírásban lehet eltérés, de reméljük, hogy ez tényleg az. Nos, ebből rendeltem hármat, hogy legyen. Hamar halnak ezek a ventilátorok, és jó, ha van a tartalék. Ez hogy nyílik? Lehetséges, hogy nem így nyílik? Teljesen kiszedem az acsiába. Így nyílasz, vagy nem? Kit érdekel, hogy nyílasz? Most már így nyílasz. Nos, mik vannak még itt? Van itt még egyfajta ventilátor, ez 9,2 mm-es. Ezt kipróbálásra vettem, ez már folyadékcsapágyas, és olcsók, mert 1000 forint alatti ventilátorokról van szó. Egy kis hőpaszta, az olcsóbbikból, de azért nem rossz fajta. Olyan gépekben, amik nincsenek annyira nyúzva, bőségesen jó ez is, tehát nem gamer, high-tech PC-khez ajánlott, de egy sima átlagos munkára használt, vagy videózásra, internetre használt PC, ez ami nincs annyira terhelve, bőségesen elegendők ezek a fehér, ilyen szilikon zsír, vagy mi a frász, ez a hőátadó paszta. Továbbá van itt még egy ilyen nagy is. Szeretnétek árakat, mi? Megoldható, megoldható. Semmi sem lehetetlen. Csak az a baj, hogy a... Hát baj vagy jó, hogy a PCX az nem küld nekem számla levelet, hanem e-mailben küldi meg a számlát. Amivel nincs is probléma, csak annyi, hogy most én ahhoz, hogy mondjam az árakat, mert ugye azt szeretik hallani az emberek. Na, nyomom, lapozgassunk is. Nézzük meg akkor, amit eddig mutattam. A kis ventilátorok 440 forint volt darabja. Ennek a nagyobb Silence-nek 693 volt darabja. És a szilikon zsír 384 forint volt, 10 grammos kiszerelés. Mondjuk általában ezt a fajta zsírt nem is nagyon procik alá, hanem inkább más elektronika, ilyen mindenféle triakok meg ilyesmi alá rakják, de lényegtelen, procira is ugyanolyan jó. Nos, menjünk tovább. Akkor van ez a kettő darab 12-es, ugyebár a tápokban nagyon hamar szeret elmenni a ventilátor, elkezd lötyögni, kotyogni, minden baja van, főleg az olcsóbb tápoknál. Nagyon gyakran hoznak hozzám egy gépet, hogy nézzem már meg, hogy miért zörög.
és olyankor jó, ha vannak itthon ilyenek nekem tartalékba, de akár rárakhatom a rigre is hűtőnek, hogyha bányászathoz akarom használni. Ez szintén egy 650 forintos variáció, tehát nem túl drága. Vannak sokkal-sokkal drágábbak, igaz, hogy azok minőségre is odavernek. Na, nem tudom mennyire éles, ez a fehér elé rakom, jobban látszik. Na, ez már egy kis szilikonzsír, ez egy ilyen 2-3 gram, most nem tudom, mindjárt nézem. 1 grammos, ez 160 forint, és nem is tudom, hogy volt megadva, hogy 2 watt hővezetés, vagy valami ilyesmi. Mindegy, ez körülbelül 2 processzorra elég, max 3-ra. Bár én megkaptam múltkor is, hogy úgy kellene, mint a zsíros kenyeret, úgyhogy lehet, hogy még többre is elég lenne. Na, mi van még itt? Van itt még 2 memóriakártya, egy 16 gigás telefonba lett rendelve. Nem baj, ha van hozzá átalakító. És van itt egy 8 gigabájtos, ehhez viszont a képen nem emlékszek, hogy ez lett volna. De az a lényeg, hogy van hozzá kártyaolvasó. Ugye a kis microSD-t belerakom ebbe a kis kütyezbe, és mehet bele az USB-be, és közvetlenül lehet rá másolni. Ezeket nem bontom ki, mert nem az enyemék. Sógornőmnek rendeltem, mert én ilyen jó sógor vagyok. Na, mi van még itt? Van itt még 2 doboz. Oh! Bocsi, ebből a szilikon zsírból 2-t rendeltem. Akkor itt van, ami miatt ment voltak épp majd a rendelés. Ez pedig nem más, mint egy 3-portos HDMI elosztó. De most itt tartunk egy szünetet, mielőtt ezt megmutatom, mert nem ittam még unboxing kávét, plusz lemerült az aksi a kamerába. Nos, mehet is tovább a móka. Meg volt az aksi csere. Hopp, egy kávépötty az asztalon. Ez egy jó nagy bögre kávé, Guten Morgen fajta. 3 decit kell belőle kifőzni. De volt, akinek ígértem kávé unboxingot, meg lesz, megvan már, össze kell vágni és meg lesz. Nos, ebben folytatjuk. Ugyebár ez egy 3 portos HDMI elosztó. Hogy mire is jó? Ez arra jó, hogyha több készüléket akarsz egy monitorra kötni, akkor nincs más dolgod, mint beszerzel egy ilyet, potom 2976 forintért, ami nem mondható drágának, mert vannak ezek az ilyen kockás, ilyen kb. Ekkorák, mint ez a doboz, és iszonyatos pénzekért mennek. Igaz, hogy vannak ilyen megkötések, hogy maximális felbontás, ezeknek full HD. Tehát nem megy át több rajtuk. 1,2 MHz, mit tudom én, de mindjárt itt belenézik a papírokba, és leszedem róla a műanyag borítást. Mert csak öreg anyám hagyja rajta a kanapén. Nos, elméletileg ezt rádugom a monitorra, ide bedugom a 3 gépet, és akkor ebből a szelektel tudok válogatni. Nos, egyelőre ennyit vettem ezt kipróbálásra, meg nem mostanában fogom szerintem kinőni. De ugye 3 riget rá lehet kötni, odavinni egy kis monitort, és akkor ebből a szelekterrel ugye lehet válogatni a rigek között, hogyha rá akarok nézni közvetlenül. Ugye, hogyha több számítógépet kötök rá. Jó, tehát ezt kimondottan a bányászathoz rendeltem, hogy több bányászgép esetén tudjak egy monitort használni.
szó esett róla live adásomban, hogy ehhez veszek még egy kis monitort. Akkor mondták erre, hogy jó, de mert hogy használtam, veszem 5-6 ezer forintért már lehet kapni ilyen kis 15 szolos használt monitorokat. Tehát, hogy HDMI is nem kapok, nem is, de DVI csatlakozóst igen, ahhoz pedig van HDMI átalakító, és már is nyert ügyem van. Esetleg valami technikai adat? Nem. Semmi. Mennyi az annyi, semennyi. Csak itt mutatja, hogy kéne rákötni, hogy rákötöm oda, oda rákötetek DVD-t, akármit, laptopot, bármit is, már nyomhatom is ki TV-re például, vagy monitorra képet. Ja igen, itt van 3 portos HDMI switch 1800p, tehát maximum HDMI, full HD-t tud. Jó. Kicsomagoltuk ezt a kis kütyüt is, és el is mondtam, mire való, jöhet a következő lépés. Ez is a nagyon várt kategória. Ugyanis jelenleg most a hang egy ilyen 900 forintos USB-s hangkártyáról megy. Hogy miért arról megy, az alaplapi hangkártyám, az valami viatekes, plusz ez az alaplap kapott egy villámcsapást anó, és a hálózati kártya része el is ment, és lehet, hogy a hangkártyára is ráhúzódott, ilyen áttétes villámcsapás volt. De az a lényeg, hogy nagyon szar hangminőségben vesz fel az alaplapi hangkártyám. Ezért használtam sokáig egy ilyen HP headsetet, ami szintén beépített USB-s hangvezérlős. Plusz akkoriban még rendeltem egy ilyen, hát 1000 forint volt egy ilyen kis, akkora mint egy pendrive. Akár meg is mutathatom, mert miért nem mutatnám meg, csak ide egy kicsit ide van rögzítve. Így néz ki a dolog. Ezt bármelyik webáruházba kapni, olyan 900 ezer forint körül mozog. Egy hangkimenete van, tehát, vagy igen, egy hangkimenete van, ami lehet fejhallgató vagy bármi, meg ugye egy mikrofont lehet rákötni. Ez szintén olyan, csak ez egy kicsit minőségibb darab, mert ugye én hallom ebbe a kis pár száz forintosba a zúgást, meg a mindent. Mondjuk felvételni, arra rárakok szűrőt, valamennyire kiszedi, de ugye nekem az kéne, hogy alapból jobb minőségű legyen. Nos, ez a Racket Jacky, virtuális 7.1-es, stb. Mit tudom én, milyen jelzőkkel illették, ez 6134 forint. Azért választottam ezt, mert ennél már csak egy kategóriával jobbak vannak, amik szintén ilyen ekkora doboznak néznek ki, és akkor az oldalán a dugók. Azok igencsak húzós áron mennek. Mit akartam? Igen, ezt a kis bizgát innen leszedni. Ó, hát van itt még bőven, de ki tudom innen az aljától húzni szerintem. Nem akarom szétcincálni a dobozt. Nincs hozzá semmi CD, semmi lemez, mert azt ígérték, hogy nagyon jó szoftveres támogatása van, de akkor valószínűleg ez online fog megvalósulni. Jó, hát ez az apró betűs rész. Ezt olvass el, az akinek két anyja van, és különben is ez semmi. Kiskereskedelem, műszaki támogatás, hát igen, rajta van egy webcím. Nos, ennyi az egész, nem több. Ez belemegy a USB-be, és ennyi a hangkártya rész.
hangvezérlő rész. Azt ígérik, hogy nagyon jó minőségű hangzást ad. A fórumon azt írták, hogy simán vetekszik ezekkel az Audi G nevű hangvezérlőkkel. Hát nem tudom, mert ugye bár hol lennének benne akkora kondik, meg minőségi kondik, stb., de adunk neki egy esélyt. Az 1000 forintosnál valószínűleg sokkal jobb hangminősége lesz. Szerintem nem fogom benne hallani azt az alap sistergést a hangban, amikor kicsit fölhangosítom a hangot. De valószínűleg a következő videó már ezen keresztül fog menni, úgyhogy azt is majd meg lehet hallani, hogy mi a különbség. Ja. Ha érdekes esetleg, ezt visszapörgettem, bocsi. Ha érdekes esetleg a szoftverezése, akkor lehet, hogy egy tesztet is nyomok vele. De amúgy meg nem egy nagy vaszizdász ahhoz, hogy itt tesztelgessem. Ezt kimondottan ide a videózáshoz vettem, hogy ne fejhallgatóban kelljen tolnom az ipart. Ja, ennyi lett volna ez a kis kicsomagolás. Reméljük legközelebb már egy ekkora dobozt fogok kibontani. Na, hello!